Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez nem egy tenger mögöttem, hanem hát persze tenger, a magyar tengernek szoktuk nevezni. Ez a Balaton. Ilyen novemberben, amikor már a pára erőteljesen úgymond ködbe burkolja a hegyeket, nem látni az északi oldal. Balaton szemesen vagyok, hiszen egy családállítást tartok itt a hétvégén. És gondoltam, meglepem a kedves nézőket egy kis balatoni tájjal, egy pár képpel, hiszen búcsúzhatunk a Balatontól, 2024-es év novemberében vagyunk, és majd a jövő évben lesz megint balatoni nyár. És ilyenkor mindig eszembe jut megint az a kis apróság, hogy megengedte a Jóisten, hogy ezt a napot is megérjem. Egészségben eljöttem Balatonszemesig. Szeretetteljes munka vár rám, hiszen embereknek fogok segíteni. Csodálatos a táj, csodálatos, ahogy ez a kis szellőcske borzolja itt a fákat. A fűszvának már erősen sárgulnak a levelei, de még nem olyan borzasztó, hogy már nagyon hullana. Még egy kis csobogást is lehet hallani. És ilyenkor jut eszembe megint, hogy mennyire hálás vagyok az életnek, mennyire hálás vagyok a Teremtőnek, hogy láthatom ezt a csodát, hogy átélhetem. Szeretettel körbe ölel ez a táj, én is szeretettel fogadom a szívembe, és nem kell túl sok ahhoz, hogy az ember ilyen csodákat átéljen. Tudom, háború van mellettünk, mindent tudok. De kell, hogy töltődjünk, kell, hogy átéljünk ilyen kis csodákat, apró ajándékokat, amelyeket az élettől kapunk. Egy kellemes teázás, egy finom leves, csodálatos tájak, sárguló, barnuló falevelek, és mindez ajándék. Egy-két képpel búcsúzom. Szeretném önöket részesíteni ebben a csodában, amennyire a kamerámmal meg tudom örökíteni. Isten áldja önöket!
Wasted.